Pénteken este megtörténik, amire nagyjából 9 éve várnak az Eto szurkolók. A zöld-fehér csapat újra NB1-es mérkőzésen lép pályára. A szezont beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, az idei évre a cél a bennmaradás kiharcolása lesz. Szeretnénk ugye a bennmaradást kitűzni célul, ami nagyon fontos, és ez minden feljutó csapat így gondolkodik. Szeretnénk hogy egy stabil keret kialakuljon, szeretnénk hogy ugye ez a kicsit viharosabb szezon után egy nyugodt hangulat és egy stabil munkakör tudjon kialakulni a klubon belül. Én azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk. A kerethez eddig 4 új játékos csatlakozott, 3-an távoztak, 2 fiatal pedig profi szerződést kapott. Mondhatni tehát, hogy a csapat magja együtt maradt a felkészülés során. Amit elterveztünk, szerencsére meg tudtuk, véghez tudtuk vinni. Lekopogom, elkerültek bennünket a komolyabb sérülések. Pár 2-3 napos kis sérülés volt szerencsére. Azt tudtuk kezelni. 1-2 betegség volt ugye a felkészülés folyamán, de mondom, a 90%-ra elégedett vagyok a felkészüléssel, vagyis azt, amit véghez tudtunk vinni. Egy új szakembert viszont bemutatott a klub. Steven van Haaren mostantól sportigazgatóként tevékenykedik a csapat mellett. A belga szakember számára nem ismeretlen a magyar közeg. Nemzetközi tapasztalata mellett dolgozott többek között az MTK-nál és az Újpestnél, 10 éve pedig Magyarországon él. We have a stable ownership, which is very important. Stabil a tulajdonosi háttér, ami nagyon fontos. A klubot egy nagy projektként kell kezelnünk, és ki kell alakítanunk azt a fajta filozófiát, ami a mindennapjainkat átszövi majd. Azt szeretnénk, ha ez a futballszakma mellett érinteni a toborzást, és persze a csapat egészének a stílusát. Ezt az akadémiai szinttől kezdve egészen az első csapatig fel kell építenünk, mondta székfoglalójában az új sportigazgató. A csapat pénteken este idegenben a Nyíregyháza vendégeként kezdi a szezont, amit nem csak a szurkolók, de a játékosok is izgatottan várnak. I think atmosphere is very good. I think we are ready. We did very good preparation time. Jó a hangulat a csapaton belül. Úgy gondolom, hogy készen állunk a szezonra. Elégedett vagyok azzal, ahogy a felkészülés során dolgoztunk, és a felkészülési meccsek is hasznosnak bizonyultak. Abban bízom, hogy az első meccsen meg is tudjuk mutatni, hogy milyen kemény munkát végeztünk el, de ez csak a kezdet. Arra számítok, hogy hétről hétre egyre jobbak leszünk, fogalmazott Skvarka. A szezonnyitón szó esett a stadionfejlesztésekről is, mind az akadémia, mind az első csapat öltözői megújultak, csak úgy, mint a klubépület több része és a sajtótájékoztatónak helyet biztosító VIP terem. A keleti lelátó megnyitása egyelőre nem várható, ennek elsősorban biztonsági okai vannak.